Hosszú börtönbüntetés várhat azokra az ukrán katonákra, akik a mariupoli acélüzemben adták meg magukat az orosz csapatoknak. Most még hadifogolyként kezelik őket, de nem kizárt, hogy terroristának minősítik majd őket. Ukrajnában mindeközben, ahol lehet, már a háború nyomait próbálják eltüntetni. Elkezdődtek a helyreállítási munkálatok Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban. A hetek óta tartó bombázások itt abba maradtak, miután az ukrán erők a múlt héten sikeresen visszaverték az orosz támadást. A városban csaknem 1000 épület sérült meg, a károk felmérését és a helyreállítást segélyszolgálatok végzik. Amíg ott maradt lakosság is bekapcsolódott a munkálatokba. Ők a kevésbé megrongálódott házakat teszik élhetővé, az idősebbek pedig a hidakat festik át. A régióban azonban még ádáz harcok folynak. Az orosz hadsereg a kelet-ukrajnai frontra összpontosítja erejét. A Harkiv megyei Lozova városban egy kultúrházat ért találat. A felvételeket az ukrán katasztrófa védelem tette közzé, hozzátéve, az orosz rakétatámadásban 7 megsebesültek, köztük egy gyermek is. A Luhanszk megyei Szeverodonyeck városban lövedékek csapódtak be egy óvóhelyként szolgáló iskolába. Ukrán források szerint a támadásban 3 meghaltak. Az orosz védelmi minisztérium szóvivője közben bejelentette, hogy sikeres támadást intéztek egy nyugati fegyverszállítmány ellen. Az Oroszországi Föderáció fegyveres erői megsemmisítettek egy jelentős nyugati fegyverszállítmányt a Kijevtől nyugatra lévő Zsitomir megyében. A fegyvereket és katonai felszerelést az Egyesült Államok és európai országok küldték a Donyec medencében harcoló ukrán fegyvereseknek, mondta Igor Konashenkov. Hozzátette, a dél-ukrajnai Odesszában egy üzemanyagraktárat lőttek ki az orosz erők. Közben a világ most leginkább Mariupolra figyel, amelyet már teljes egészében az oroszok ellenőriznek. Az Azovsztál acélgyárat ugyanis az utolsó ukrán katona is elhagyta. 86 napig harcoltak az orosz egységekkel, és azután is folytatták az ellenállást, hogy a kikötővárost elfoglalták az orosz csapatok. A 11 négyzetkilométernyi területen fekvő Azovsztál alatt 7 emelet mélyen egy atomtámadás esetére kialakított óvóhely van, ahol a harcok előtt rengeteg élelmet, vizet halmoztak fel. Mintegy 1000 civil és 2000-nél is több ukrán katona próbálta itt túlélni Mariupol március óta tartó ostromát. A várost azonban április 21-én az oroszok ellenőrzésük alá vonták, körbekerítették a gyártelepet, és ezzel megakadályozták, hogy bármilyen utánpótlás bejusson a területre. Május elején a civilek nagy részét sikerült kimenekíteni, majd megkezdődött az Azovsztál folyamatos orosz bombázása. Az orosz állami televízió felvételei szerint az egykor virágzó iparterületből mára csak romhalmaz maradt. Az ENSZ és a Vöröskereszt közvetítésével létrejött egyesség szerint végül a héten elkezdődött a katonák evakuálása is. Pénteken a még bennmaradt 531 ukrán katona is megadta magát, de csak azután, hogy erre parancsot kapott az ukrán elnöktől. Az orosz hatóságok azt közölték, összesen 2439 ukrán fegyverest szállítottak buszokkal orosz fennhatóság alá eső területekre. A sebesültek kórházakba, a többiek fogolytáborba kerültek. Kijev abban bízik, hogy a katonákat fogolycserével haza tudják szállítani. Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyanis korábban azt mondta, a katonákkal szemben a nemzetközi jog normái szerint járnak majd el. Az orosz főügyészség azonban a legfelsőbb bírósághoz fordult, és azt szorgalmazta, hogy az azovi ezredet nyilvánítsa terrorszervezetté. Ebben az esetben a harcosokat már nem hadifoglyokként kellene kezelni, és Oroszországban büntető eljárás indulhatna ellenük, amiben 10-20 évnyi szabadságvesztést róhatnak ki rájuk. Egy orosz parlamenti képviselő azt is felvetette, meg kellene fontolni a halálbüntetés kiszabását az ukrán Azov ezred harcosaira.